Nem fogom ezt holnapra hagyni, mert ki akarom pakolni az új könyveimet. Szóval! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban ezt a kis dobozt fogom kibontani. Elnézést, hosszú nap volt. Szóval ezt a dobozt fogom kibontani, amiben egy gabós előrendelésem van. És már nagyon vártam, hogy megérkezzen. Szóval amúgy én úgy voltam, hogy idén már nem kéne könyvet vennem. Az képest, ezen kívül még egy másik csomagban is van itthon könyve, anya héten jött. Szóval mindegy, ez egy must have vásárlás volt, tehát sajnos nem tudtam volna kibírni, hogy ne vegyem meg, és így mivel, hogy előrendelés volt kettő benne, ezért még olcsóbb is volt, szóval igen. Niki! Miért de szépek vagytok, nyitva van, de nem fog látszódni belőle semmi. Nye. Ha! Ez az tömőanyag. Mutatom a lényeget. Bezony. Ez nem más, mint a Lore Olympus második része, ami most jelent meg kb. Két napja magyarul. És ugye akkor meg is kaptam a csomagot magát, csak nem voltam itthon, ha kibontsam. Csodálatos, nagyon. Nagyon vártam már az első rész, hogy megérkezzem mellé a második rész. Én ugye végigolvastam másfél évadot, és a második évad második felét még nem olvastam végig webtoonon belőle, de ez annyira szép, ez a képregény, hogy ez egy ilyen muszáj. Ebből nekem kell lennek a példányok, ki is bontom, mert bele akarok nézni. Annyira szép. Ez egy ilyen guilty pleasure gyűjtésem lesz. Még mindig gyönyörű! Milyen free. Nagyon durva bukéja van amúgy a könyvnek. Az igen. Annyira szép! Nehogy foglak oda felrakni! Na mindegy, az később majd gondolkodok ezen. A másik előrendelésem az nem más volt, mint a Paper Girls harmadik része. Ebből ráadásul ide jelent meg a második rész, szóval itt tök jó, hogy viszonylag gyorsan hozzák. És én úgy érzem, ebben már lesznek, jobban beindulnak a dolgok, vagy nem tudom, de már nagyon-nagyon vártam. És azt hiszem 6 részes maga a Paper Girls, tehát ez... Tudtam, hogy valami fura, nincs rajtam a szemüvegem. Szóval ez... fél úton járunk a sorozatban. Hú, ennek is nagyon durva nyomdaszaga van. Frissen a nyomdából szaga van. Ott egy gyerek. Miért van rajta egy gyerek? Húha. Érdekes dolgok lesznek itt, szerintem. Igen, szóval ezt a két kötetet képregényt rendeltem gyakorlatilag elő. És ha már ott voltam, akkor becsúszott mellé még két kötet. Az Ólomerdő folytatásai, ami az Üveghegy és az Ezüstkéz. De fura, hogy ez ilyen fényes. Ez meg nem. Ha. Na igen, szóval... Mert ugye most olvastam nemrég Kleinhans Csillától az Ólomerdőt, és hát igazából így pont kijött, hogy ingyenes legyen a szállítása ennek a csomagnak, szóval úgy voltam vele, hogy egy fene, amúgy is el akarom majd olvasni, úgyhogy ez így kind of megtörtént. Úgyhogy ez volt ennek a kis csomagnak a tartalma, és ebből ezt a két képregényt minél előbb is szeretném olvasni, mert hát, hogy ezek amúgy is rövid olvasások, minden, és majd folytatom az Ólomerdőt is, de még egy másik csomagom is van. Rossz dobi voltam. Na mindegy, szóval ezt rendeltem, csak szerettem volna ezt így akkor így kibontani. Mert nem nagyon szoktam unboxing videókat csinálni, meg ilyen bookhaul videókat, úgyhogy most van. És olyan szépek, olyan szépek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!